Itt vagyunk Győr mellett, Ete Győr legszélén vagyunk, még itt vannak házak, és látjuk ezeket a nagyon érdekes fákat itt a Duna partján. Nagyon érdekes fák ezek, ki tudja, mi történt velük, hogy ilyen furcsán néznek ki. És látjuk ezeket a rég elhagyatott halászladikokat. Régebben az emberek még ilyen kis evezős ladikokkal haláztak. És ott látunk két nagyon érdekes fát. Megyünk közelebb, megnézzük, hogy ezek a fák milyenek, hogy ezekben a fákban ki lakhat vajon, mi történik ezekben a fákban. De egy nagyon érdekes, misztikus hely. Ha közelebb megyünk a fához, akkor látjuk, hogy nagyon érdekes udu van benne. Ebben az uduban akár nagy szellemek is lakhatnak. Akinek van kedve, az kommenteljen, és mondja meg, hogy ő szerinte ki lakhat ebben az uduban, vagy ki lakhat abban a másik uduban. Nagyon furcsa, hogy ez a két udu együtt van. Lehet, hogy egy hím nemű manó, meg egy nő nemű manó. Ki tudja. Nagyon érdekesek ez a hatalmas nagy uduk, hogy esetleg szellemek raknak benne. Kommenteljék, akinek van kedve, adjanak javaslatokat, hogy vajon ki lakhat ebben a hatalmas uduban. Ha közelebb megyünk, akkor még jobban látjuk, hogy ott fent teljesen megy tovább ez az odó. Tehát itt éjszaka akár hatalmas nagy szellemek is bebújhatnak. Valamiért, valamilyen okból lehet, hogy bemegy a szellem az oduba, felmegy, és ott valamit csinál a fában, majd tevékenységét abba hagyva visszajön. Nem tudni, ez csak egy fikció. Ha önöknek van a fikciója, akkor kérem, hogy jelezzék ezeket a fikciókat, kommenteljenek. Köszönöm szépen, hogy lájkoltak, és kérem, iratkozzanak fel a csatornámra. Viszontlátásra!